ezekben a padokban már ültem, de már az MBA alkalmával, mert amikor én végeztem, akkor még ez az épület épült, viszont az én 88-ban végeztem, villamosmenetik kar, műszer és méréstechnika szak, digitális ágazat. Ez valami ős állapota volt az informatikai karnak, tehát nagyon sok számítástechnikát és nagyon sok programozást és ilyesmit tanultunk, de valószínűleg nem én vagyok a fontos, illetve ebből a szempontból ez csak azért érdekes számomra, mert nyilván kötnek emlékek ide is, meg a Schönherz-kolihoz is, lehet, hogy ad a több. És hát én azt gondolom, hogy most ugye ennek a sorozatnak a keretében úgy is lett ennek a mai órának a címe meghirdetve, hogy nagyvállalati informatika és mit kell ettől várni. Én itt voltam az előző 3 órából 2-n meghallgatni, hogy mit mondanak a kollégáim, akik más nagyvállalatoktól jöttek ide, és megpróbálom úgy összefoglalni, hogy mitől másabb a Magyar Postán az informatika, mint mondjuk a Sanofiban, miben jobb, miben rosszabb, vagy miben nagyon hasonló. Ugye az egész dolog ott kezdődik, hogy azért írtam azt, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, mert ha megkérdeznek benneteket, szeretnek megkérdezni, hányan voltatok mondjuk az elmúlt 1 hónapban postán? Igen, hát számítottam erre az arányra, tehát olyan nagyon nem jártok postára. Ezek után elég nehéz lehet nektek képet alkotni arról, hogy valójában a posta, ami egy nagyon régi szervezet, 147 éves, patinás szervezet, Magyarország egyik legnagyobb cége, de egyáltalán hogy jön hozzá az informatika? Hiszen ott papírt beadjuk a levelet, valahova elviszik, és aztán onnantól kezdve mi köze ennek az informatikához. Hát szeretném majd ezt egy picit megvilágítani nektek, hogy mi köze az informatikához, és hogy miért lehet izgalmas számotokra, mint újdonsült végzős informatikusok számára. Minden előadásunkon itt van, vagy minden szlájdon, vagy nem minden szlájdon, de kezdetén ott van, hogy ez egy interaktív előadás, tehát hogyha úgy érzitek, hogy kérdésetek merülne fel, mert valami nagyon nagy hülyeséget mondok, például akkor nyugodtan szakítsatok meg és kérdezzetek közben, jó? Egy dolgot szeretnék, azt nem kérdezem meg, hogy hányan Facebookoztok, hányan LinkedIn-eztek, de mondjuk azt azért megkérdezném, mert ugye itt ezek a trendek a világban, hogy mondjuk hányan vagytok olyanok, akik mondjuk egy nagyházi elkészítését úgy kezditek el, hogy beütitek a Google-ba, vagy valamilyen keresőbe az adott témakört? Ja, ma megállt kell kérdezni. Hányan nem? De nem, senki nem meri feltenni a kezét. Ez azt jelenti, hogy mindannyian saját kútfőből nekiálltok, végig gondoljátok, semmilyen információt nem szedtek. Na jó, bátran, oké. Akkor csak a középiskolások vannak abban a helyzetben, hogy ugyanazzal csetelnek délután, akivel egyébként együtt ülnek délelőtt a padokban. Legalábbis ezt így a gyerkőcöktől hallom. Szóval, hogy ezekkel a trendekkel szerintem ti mind tisztában vagytok, amik itt vannak felsorolva. Ezek ugye a világnak azok a nagy trendjei, amik vannak. Kiírt közületek mondjuk mobiltelefonra, vagy valami ehhez hasonló mobil eszközre már alkalmazást. Elég sokan vagytok. Ki az, aki mondjuk a cloud computing, mint ilyen, az mond valamit? Oké, hallottatok. Hype vagy? Hányan gondolják azt, hogy ez csak egy hype? A hype az ugye azt jelenti, hogy nem nagyon sok fog megvalósulni, de ez egy jó marketing fogás. Hányan gondolják azt, hogy ez egy hype? Mindenki komolyan gondolja. Ez jó tudni, hogy a következő generáció komolyan gondolja ezt. Oké. Na ugye ezek a világ trendjei, és akkor most egy kicsit, hogy jönnek a posták ezekhez a történetekhez. Direkt nem a Magyar Postát mutatom először. Dániában, azaz ebox.dk nevű valami, létezik egy olyan hivatalos, kinézetre ez pont olyan, úgy néz ki, mintha egy e-mail fiókod lenne. De valójában ez egy olyan elektronikus e-mail fiók, a posták világában ezt regisztrált e-mailnek hívják, ami hivatalos e-mail küldeményeket spam nélkül nyomkövetetten visz át. Dániában ezt az 5,3 milliós Dániában 2,8 millió ember használja már. A Dán Posta üzemelteti. De még nem nagyon át, mondjuk ahogy most ma leveleztek például a Neptunba, amikor ott meg kell adni azt hiszem, ahogy hívják ott egy e-mail címet.
ott mindenki valamilyen magán e-mail címet ad meg, illetve hát a műegyetem azt mondja, hogy ad minden évfolyamnak egy belsős e-mail címet. De nem tudnak a sajátja. Ez egy valami olyan megoldás, ahol mondjuk az APEC, az adóhivatallal, az önkormányzattal, meg ehhez hasonlókkal lehet hivatalosan levelezni elektronikus formában. Ez csak egy példa arra, hogy merre lehet elmozdulni mondjuk egy postának abban az irányban. Egy másik példát, hogy mondjuk itt van alul a Royal Mail a felhőbe költözik. A teljes angliai posta felhőbe költöztetett alkalmazásokból oldja meg azt, a több mint 30 ezer felhasználója van, azt, amit a belső dolgozói ahogy használnak. Tehát a levelezését, stb. Ott is elég sok postás van. Tehát ebből csak úgy példaképpen mutattam ezeket nektek. Például a Swiss Post az egyetlen svájci központi certifikét szolgáltató. Látszak semmi köze a postához ennek a dolognak, de mégis, hogyha valaki igazi certifikétet akar Svájcban, akkor tőlük kapja. Oké. A Magyar Posta dióhéjban csak egy picit. Hát az egyik, hogy nyilván aki közületek vidékről jött, az esetleg jobban átérzi ezt a helyzetet, a nagyvárosokban lakók kevésbé, de mondjuk nagyon sok olyan vidéki kis település van, ahol mondjuk a templom, meg időnként a kocsma mellett egyetlen ilyen hivatalos szerv van, maga a posta. Hogy mondjak egy példát erre, például Norvégiában, ott is nagyon hasonló helyzet, ott mindenféle kormányzati dolgot lehet intézni a postán. Sajnos Magyarországon még ezt az állapotot nem értük el, de dolgozunk azon. Tehát ez azt jelenti, most még előtte álltok, fiatalok vagytok, de majd el fog jönni az állapot, amikor mondjuk gyereketek születik, és Magyarországon per pillanat 8 különböző helyre kell elrohanni, amikor a gyerek megszületik, hogy kapjon anyakönyvi kivonatot, bejegyezzék ide, bejegyezzék oda. Mondjuk Norvégiában, meg a skandináv országban lemegy az adott ember abban a településen, ahol lakik, tipikusan kis települések, és ott azért elég nagy hó van télen, lemegy egyszerűen a postára, és bejelenti, hogy gyerekem született, és minden mást a posta elektronikus kapcsolaton keresztül lerendez neki. Úgyhogy vannak a postának olyan lehetősége, amilyen irányba el tud menni, és a Magyar Posta is ebbe az irányba megy, a legnagyobb vállalat. Szinte minden településen ott vagyunk. Hát nem tudom, hogy ezek titeket érdekelnek el, hogy mit tudom én, 190 milliárdos az éves forgalmunk, hogy össze lehet hasonlítani másokkal, tehát ez nem egy kis vállalat, és ebből adódik ezért is az a címe, hogy nagyvállalati informatikát hogy kell csinálni. Ebből adódnak előnyök, meg hátrányok. Mi az, ami kihívás? Hát a legnagyobb kihívás nekünk az a generációváltás nevű dolog ott. Ebben a körábrában látjátok. Az, hogy közületek, már nem igazán gondolkodik senki abban, hogy a postával mit tudna kezdeni. Ez nekünk a kihívás, akik postán dolgozunk, hogy megmutassuk nektek, hogy lehet a postát modernizálni, elektronizálni, és akkor az új generációk is fogják tudni használni. Aztán például az is kihívás számunkra, hogy levélforgalom csökken. Hányan küldött, ki küldött az elmúlt fél évben papír alapú képeslapot vagy levelet? Ez azért meglepő, mert azért egy, mit tudom, kb. 20% a társaságnak, vagy 30% az küldött. Azért mondom, hogy az egy pozitív meglepetés, tehát én egy-két kézre számítottam volna. Például szintén Dániában divat mobiltelefonról hagyományos képeslapot küldeni. Hát ugye a mobiltelefonja, ahogy a trendeknél ott felvázoltam az elején, az egy elég jól fejlődő trendi dolog, és azt csinálják fiatalok, csinálnak egy fotót, ti is csináljátok ezt a fotót, csak elkülditek a havernak, vagy posztoljátok a Facebookra. Na most, hogyha nem pont egy buli kellős közepén csináltok egy fotót, hanem mondjuk egy kirándulás vagy egy sportesemény kapcsán, és azt utána a Dán postának van egy olyan alkalmazása, hogy lefotózzátok, megadjátok a postai címet, elkülditek a postának, a posta pedig fogja, legyártja a fényképminőségben, és képes lapként kiviszi a nagymamának. Például. Az osztrák postának is van ilyen szolgáltatása, és hihetetlen jól megy. Ezt csak azért mondtam, mert természetesen a levélforgalom csökken, mert kevés levelet küldötök, de vannak alternatív jellegű megoldások, amik érdekesek tudnak lenni. Azért, hogy mégis egy picit elmondjam, hogy egy kicsit képbe helyezzétek a postát, és ne csak a levélre gondoljatok. Gyűjtöttetek bélyeget ti még kiskorotokban? Általában ilyen 5-6 éves korban még az úgy szokott menni, aztán később már nem mindenkinek. Hányan gyűjtöttek bélyeget? Hányan merik bevallani? Tök jó. Hadd mondjak egy valamit. Tudjátok-e,
hogy lehet személyes bélyeget csinálni a Magyar Postán. Fölmehetsz a posta.hu-ra, föltölthetsz egy képet, és gyárthatsz be, és azt mondod, hogy kérem szépen, hogy ebből a képből gyártsanak nekem személyes bélyeget. Hihetetlen jó pofa dolgokat lehet vele csinálni. Csak úgy mondom, hogy van azért nálunk is már egy-két olyan dolog, ami újdonság és érdekes. Ugye van a levél, ugye ebből azért írtam, hogy személyes meg üzleti, mert amit, hát nem tudom, hányan vezettek saját magatok háztartást, tehát úgy értem, hogy albérlet vagy valami, ahol ti fizetitek a számlákat. Oké, akkor ti biztosan érteni fogjátok. Na, ezek a számlák azért a legtöbb esetben még papíron jönnek. Na, ezek a számlák adják ma a Magyar Posta levélforgalmának a 92%-át, valami ilyesmi. De hogy a mennyiségről azért mondjak valamit, hogy értsétek, ma minden nap 1,2 millió levelet dolgozunk fel, ilyen típusú levelet a Budaörsi Központban. Azért annak a feldolgozógépnek, ami ezt az 1,2 millió levelet feldolgozza, szortírozza, majd másnap több mint 11 ezer postás kiviszi, van ám egy nagyon komoly számítógépes rendszer, ami ezt az egészet meghajtja. És akkor utána a másik a csomag. Hányan rendeltetek már e-kerbe vagy neten valamilyen küldeményt vagy csomagot, hogy érkezzen meg hozzátok? Direkt azért mondom szinte mindenki. Valóban, a csomag az régen csak amikor karácsonykor nagymama küldött valamit a Budapesten tanuló kisfiának, hogy legyen mit kolbászt tenni, stb. Most ez megváltozott. Most az elektronikus kereskedelem kapcsán ott azért fizikai dolgokat kell hozni, vinni, úgyhogy ez egy nagyon fejlődő üzletág számunkra is. Csak hogy értsétek, átlagosan 82-83 ezer darab csomag per nap. Ezeket mi általában éjszaka dolgozzuk fel, naponta gyűjtjük be a postahelyekről, és éjszaka dolgozzuk fel. Ez szintén ebben a Budaörsi Központban történik. Egy csomagfeldolgozógép és az azt vezérlő számítógépes rendszer. Egyébként az azt vezérlő számítógépes rendszer emlékeim szerint olyan négy gépből álló klaszterben van kötve, mert hogy nagy megbízhatóságú és azt vezérli, meg még egy csomó PC körülötte. És hát van egy nagyon érdekes része, amiről nem biztos, hogy kollégáim beszélnek, de ezért elmondom. Például a levelekről mi az irányító számot leolvassuk, mert az alapján tudjuk szortírozni. Ezt egy automata olvassa le egy számítógépes rendszere, amit nem képes leolvasni, ezt azért tudom, mert 92-ben pályáztam annó, még nem volt közöm a postához, de pályáztam egy szoftverrel ennek a felismerésére. A miénk akkor ilyen 92%-os biztonságú volt, a nyertes Siemens, kicsit nagyobb cég volt, mint mi hárman, akkor nemrég végzett műegyetemisták, ő akkor 94,5%-kal tudott felismerni. Ők vitték el a pályázatot akkor, az akkori postán. De vannak ilyen lehetőségek, mert a kézírást még mindig nem tudjuk felismerni. Viszont az egy iszonyatosan jó rendszer, hogy amit nem is fer fel a feldolgozógépnek a szoftvere, azt gyakorlatilag real-time feldobjuk egy úgynevezett videódekódoló központba, ami egyébként egy rohadtul néger munka, őszintén szóval elnézést a kifejezésért. 40-42 darab hölgy Szigethalmon ül, Budaörs és Szigethalom. Tehát lényeg az, hogy körülbelül egy olyan 50 kilométerre Budaörstől, Szigethalmon, ennek is megvan az üzleti oka, hogy miért ott. Ülnek 40-en, 45-en, és ilyen körülbelül 3-4 másodpercenként kapnak egy képet, amelyikre nem ismerték fel, hogy milyen utca van ráírva. És akkor ők annyit csinálnak, hogy begépelik az utca első három betűjét. És onnan a rendszer kiegészíti. Ha begépelték, akkor a rendszer felismerte, az adat visszajön, és mindennek meg kell történnie nem több, mint 6 másodpercen belül, mert úgy van beállítva a gép, hogy 6 másodpercig egy ilyen külön karuzelre kiteszi azt a levelet. Kiteszi a levelet, mert nem tudta elolvasni, 6 másodperc alatt megfordul, ha az alatt visszajön a videófeldolgozóból, hogy beütötték, hogy merre felé kell keresgélni, akkor visszaviszi a láncba és szortírozza. Azért itt vannak real-time, tehát ugye ez egy komplet real-time rendszer, itt nincs olyan, hogy megáll 2 percre vagy 3 percre, mert akkor az a munkállomás kiesett. Ha megáll egy órára, akkor ott egy óra alatt több százezer levélnek a videódekódolása marad el. Tehát itt azért vannak kihívások ilyen szempontból, ez csak úgy a levél meg a csomag kapcsán említettem nektek. Pénzforgalom. Sárga csekket hányan fizettetek be az elmúlt fél évben? Hogyne, nézd csak meg. Látod, milyen sokan? Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a sárga csekk az egy ilyen érdekes, kötelező dolog. Biztos utáltok sorban állni, erre is találtunk ki dolgokat, hogy mit és hogyan és miért ne.
lesznek fejlesztéseink ebben, de a sárga csekk az a magyar készpénztranzakcióknak, tehát a készpénzforgalomnak a sárga csekk, mert az igazából hivatalos nem egy készpénz átutalási megbízás, körülbelül 45%-a a postán keresztül megy. Most mivel az egy ilyen, ez nem feltétlenül publikus adat, hogy mennyi pénz forog át, de mondjuk azt elmondhatom, hogy egy sárga csekk átlagosan 12 ezer forintról szól. Meg azt is elmondhatom, hy naponta olyan 3-3,2 millió darab sárga csekket kell nekünk feldolgozni. Tehát ez azt jelenti, hogy ennyi darab sárga csekkről jönnek be adatok, azokról a postákról, és a kollégáim majd egy kicsit ezt elmondják nektek, azokról a postákról, ahol van számítógépes rendszer, digitális adat jön be, azokról a postákról, ahol nincs, ott pedig az autó felhozza egy központba, és ipari szkennelekkel beszkenneljük. Még egyszer mondom, 3,2 millió darab sárga csekk. Ebben, és ez egy banki típusú elszámolás, mert a Braun Péter kollégám, az kollégám a DOAM, tehát ő a tanár úr, tényleg, ő már beszélt egy kicsit a banki háttérműveletekről nektek, mert megnéztem a videóját. Tehát nekünk is van egy posta elszámoló központunk, ahol ez történik. Na most 3,2 millió sárga csekknek a feldolgozása úgy kell, hogy megtörténjen, hogy utána abszolút precíz, pontos banki átutalások történnek belőle. Úgyhogy ez is egy érdekes kihívás szerintem annak, aki ilyesmivel akar foglalkozni, és nekünk foglalkozni kell vele. Kereskedelem. Nagyon érdekes dolog, de minden egyes postahely az egyben egy kis bolt is. És még egyszer mondom, ne a nagyvárosokra gondoljatok, mert nagyvárosban ott van a sarkon egy másik bolt, jobb. De egy kis településen a kocsmában meg lehet venni az alkoholt, viszont a posta helyszínén működő boltokban meg lehet venni minden olyan más dolgot, ami a háztartásban kell. Ez azt jelenti, hogy nekünk van egy kiskereskedelmi rendszerünk is, amivel ezt kezelnünk kell. És innentől kezdve olyanok is vagyunk, mint mondjuk mint egy Coop, vagy nem tudom, hogy milyen típus, nem akarok itt más kereskedelmi láncokat reklámozni, de lényeg az, hogy egészen más típusú. Aztán például hírlapújság. Hányan olvasnak közületek még papíralapújságot? Aki legalább egy héten egyszer olvas. Hát ilyen egész jó, egy 50%. Tehát akkor azért még láttok ebbe fantáziát, mert úgy jó megfogni, meg ilyesmi. A hírlap és az újságterjesztés, ez egy érdekes dolog. Mi is például elkezdtünk azon gondolkozni, hogy digitális újságnak a terjesztésével a posta hogyan tud beszállni ebbe a buliba. Csak azért, mert hogy új dolgokkal is foglalkozunk. És itt van egy olyan kategória, amit úgy hívunk, hogy nem tradicionális üzletek. Ez eléggé ipari specifikus, nem is biztos, hogy gondoltok rá, de például a nagy közműveknek, tipikusan mondjuk kettőt mondhatok, mert újságban is olvashattátok, az Elmű vagy a Tigáz, nekik probléma, hogy hogyan tudják a mérőórákat úgy leolvasni, hogy utána minél precízebb, pontosabb elszámolást tudjanak küldeni a használók felé. A postás kimegy. Minden postás kimegy majdnem minden nap, minden egyes lakáshoz, címhelyre. Tehát rögtön adódik, hogy miért ne olvassa le a postás ezt a mérőórát. Ugye? Na de úgy kell, hogy leolvassa a postás azt a mérőórát, hogy nem oda megy, leolvassa, leírja egy papírra, hanem úgy kell, egy olyan rendszert kellett neki csinálnunk és adnunk, hogy amikor leolvassa, ne tudjon vele trükközni, hogy két nappal később olvassa le azt, amit előző nap kellett volna, vagy megbeszéli a tulajdonossal, hogy most nincsen annyi lóvéja, akkor mi lenne, ha egy kicsit mást olvasna le az óráról. Úgyhogy mi 2,5 hónap alatt csináltunk egy olyan rendszert, mobiltelefon, GPS rögzíti a koordinátát, rögzíti az időpontot, le kell, hogy fotózza a postás azt, amit leolvasott, kis alkalmazás rajta, beüti, és az azonnal följön az adatközpontunkba, és naponta elszámolunk az Elmű és a Tigáz felé, aztán nyilván rólautódik ez a dolog. Több mint 300 ilyen ember járkál most országos szinten mérőórát leolvasni. Csak azért, mert ebbe aki akart újságot is olvasott. Mi ebbe az izgalmas számotokra? Az a mobil alkalmazás, meg az a központi alkalmazás, meg az, hogy ezeknek az adatoknak megbízhatóan titkosan át kell jönni. Ezt kívülről nem biztos, hogy mindenki gondolja a postáról. Ami egy kicsit triviálisabb, az e-posta. Van webáruházunk, nekünk is. De ami igazából fontos a postának, hogy más webáruházaknak, például a Vaterának, mi szállítunk. Tehát ha te veszel valamit a Vaterán, akkor nagyon nagy valószínűséggel a Magyar Posta logisztikai központja fogja ezt kiszállítani neked a mögötte lévő terméket. És ugye ezek olyan kapcsolatok, üzleti kapcsolatok, amiket tudunk.
Hát, ami kevésbé izgalmas számotokra, de érdekes, hogyha nagyon akartuk, akkor postán is vehettek mobiltelefont és mobiltelefon előfizetést, úgy hívják, hogy postafon. Ez egy branded változat. És még egyszer mondom, aki vidékről jött, az jobban meg tudja becsülni, hogy nem biztos, hogy be kell utazni a nagyvárosban, ott a helyszínen meg lehet ezeket a dolgokat csinálni. Na, hát nagyjából ennyi dióhéjban a posta. Ha össze akarnám foglalni, akkor azt mondanám, hogy a modern posta az arra próbál irányulni, hogy itt van alul egy vonal, az van rejve, hogy hagyományos postai hálózat és szolgáltatások, ami arra lett kitalálva, a mi nyelvünkön postai nyelven küldeménynek hívják, de ti hívjátok, ahogy akarjátok, levél, csomag, bármi más. Lényeg az, hogy fizikai dolgot egyik helyről a másik helyre eljuttassunk, minél gyorsabban, megbízhatóan, mert ez egy nagyon fontos, hogy megbízható legyen. Ez a fizikai dolog régen, levél, csomag, pénz. Iránban az iráni posta az nem tud felvenni pénzt, mert annyira nem bíznak meg az emberek az ottani postába, hogy nem adnak fel pénzt, mert nem érkezik meg a túloldal. Most rögtön mindjárt a fejetekben megfordul, de nekem se jött meg a könyvem. Hányan voltatok ilyenek? Volt olyan, aki postával rendelt meg valamit? Oké. Te voltál egyedül, mert ez is jó arány, mert ha megnézed, hogy itt hányan vannak. De ugye az előbb kicsit kalkulálj, és aztán végén megkaptad, vagy teljesen elveszett? Aha. Csak bátran, nyugodtan bírom, bírjuk a kritikát. Tehát, mert mi tudjuk, hogy Európában az egyik legjobb minőségi mutatóval rendelkezünk. Tehát persze annak az adott embernek, akinek véletlenül elvesztik a csomagja, vagy véletlenül egy kicsit később kapja meg, neki ott akkor az probléma. Ezt tudjuk, és próbáljuk is kezelni. De valójában, hogyha megnézed, mondjuk csak az Avon 30 ezer darab kozmetikai csomagot ad fel minden éjjel nálunk. Ahhoz képest viszonylag kevés az, amit elkeverünk, pont azért, mert egy jó rendszerünk van. Na de ez a hagyományos postai szolgáltatás, és amire mi akarunk lőni, és amilyen irányba elindultunk, és az elején emlékeztek, mutattam, hogy a nemzetközi posták merre indultak el, az itt van felsorolva, hogy oda a virtuális digitális világba hogyan tudjuk a fizikai világot és a digitális világot összekapcsolni. Tudunk, meséltem egy picit erről a regisztrált e-mailről, hivatalos ajánlott levél feladva elektronikus formában. Akkor meséltem erről a hibrid inverse hibridről csak egy példát, hogy lehet azt megcsinálni, hogy elektronikusan küldesz, amit mégis papíron kapja meg az a valaki. Akkor meséltem az elkereskedelemről, de vannak közösségi szolgáltatásaink is. Most fut egy projektünk, aminek a keretében pilót jelleggel, kis településeken, a postákon wifi lesz, a posta környékén, mert ott nem mindig van lefedettség és térerő. Én például egyszer kipróbáltam, amikor Erdélybe utaztam, a vonaton végignéztem, hogy hol van térerő, hol nincs, amerre járok. Hát azért az a fajta lefedettség, hogy bárhol, bármikor hozzájutsz 3G-hez, pláne nem Wi-Fi-hez, akkor az azért megdőlni látszik. Magyarországon rengeteg ilyen hely van. Mi ezeken a helyeken is ott vagyunk, és ott próbáljuk ezt eljuttatni az ottani emberekhez. Na és ennek informatikai vagy mérnöki szempontból nem triviális a megoldása, hogy ezt hogy tudod megoldani. Oké. Van a postának egy stratégiája, ebbe szerintem most nem mennék bele, hogy akarunk megújulni, és ezzel foglalkozunk. Mondok egy-két érdekes példát még. Ha valaki kapott már csomagot közületek, mondjuk a DHL-től vagy a TNT-től, akkor ott biztos, hogy egy PDS eszközzel jött az ember, azt kellett aláírni. Na most a Magyar Posta az elmúlt 2 évben szintén megcsinálta ezt, nekünk is több mint 1200 olyan emberünk van, aki ilyen PDS-kkal rohangál ki, azon adja át, azon regisztrálják. Ez nagyon nagy mértékben meg tudja növelni a hatékonyságát az ő munkájuknak. De informatikusként megnézni, hogy ez hogy működik, amikor 1200 darab PDF-t kell minden reggel leszinkronizálni rá azokat az adatokat, hogy pontosan azok a csomagok, azoknak a csomagoknak az adatai legyen a PDF-en, amit neki kötelező kivinni, és ne tudja elkavarni, azért ebbe gondoljatok bele. Tehát ez nem olyan, mint egy nagyházi, vagy működik, vagy nem. Nincs. Hát tudom, kap egy egyes, de itt meg az van, hogy akkor 300 ember áll, és az nagyon sok lóvéba kerül. Tehát például ez egy ilyen dolog. Aztán például most fogunk nem sokára az év további részében csomagautomatát kitenni. Ez főleg az elkereskedelem miatt izgalmas, mert a postát nem tudjuk mindegyik postát 24 órában nyitván tartani. De ha te éppen a koleszból egy buli után mész és kapsz egy SMS-t, hogy húha, megjött a csomagot, amire régóta váltál, miért ne vehetnéd fel hajnali 4-kor egy csomagautomatából? De ennek a csomagautomatának vandálbiztosnak is kell lenni, mert a haverod a képen egy kicsit kótyagosabb, ha nekiáll a dühöngeni, akkor ne tudja már szétverni. Nem tudom, hogy tudom-e érzékeltetni veletek azokat a finomságokat, amik mérnökileg, informatikailag nem triviálisak ebben a helyzetben, ha ilyeneket akarsz kialakítani. Elektronikus kereskedelemről beszéltem, szerintem erről
rengeteg websájton rájátok, rengeteg weblázába. Itt mondjuk a fizetési módszerek, kiválasztási módszerek, a logisztika, hogy utána ki fogja szállítani, mennyiért és hova. Ezek izgalmasak. Na, akkor egy picit a posta informatikájáról dióhéjban. Tehát, hogy mégis mekkorák vagyunk. Az MRD az milliárd, tehát ez 7200 millió forint nagyjából per év a költségvetésünk. Ennyiből kell nekünk üzemeltetni. Itt alul láttok számokat, ráadásul ez a egy évvel ezelőtti szám, ez a 108 ezer darab. Ez most 120 ezer darab. 120 ezer darab eszközünk van. PC, szerver, checkscanner, elektronikus pénztárgép, elektronikus mérőgép, egy csomó fajta printer, és az ehhez tartozó dolgok. Ennek pusztán a nyilvántartása, a naprakészen tartása, a karbantartása. A kollégám majd beszél nektek erről egy kicsit. Ez azért nem kevés. Országos szinten 31 helyen vannak kollégáink, akik az országos szervizt és minden mást ellátnak, illetve hát nyilván ezeket a rendszereket nekünk fejleszteni is kell. Hát ott látjátok, hogy amúgy nem egy rohadt nagy szervezet az informatikai szervezetünk, mert ilyen nem egészen 400 és 500 közötti fővel rendelkezünk, ami elég kevés ehhez a mennyiséghez képest, és még fejlesztenünk is kell. Olyan szlájdot most nem tettem fel, de tavaly körülbelül 28 olyan projekt volt, amit elkezdtünk, 30-valahány igényből, és egy-egy projekt, és a 28-ból 24 projektet le is zártunk. Hogy mondjak, egy ilyen projektet, ami izgalmas. Sajnos a postának a marketingje még nem a legjobb, de egyet hagyd mondjak. Most már, ha kap valaki egy ilyen szelvényt, hogy nála járt a postás, mielőtt elmondjátok, pontosan tudjuk, hogy a postás nagyon sokszor nem megy fel és nem csönget be, hanem már előtte bedobja a szelvényt, hogy hozott neked valamit, és majd menj be érte a postára. Tudjuk, hogy miért van ez, megpróbáljuk kezelni. De ha kapsz egy ilyen papírt, akkor elvileg lehetőséged van az interneten, a papír alapján beregisztrálni, hogy te holnap 11-kor szeretnél oda menni érte és felvenni. És sorban állás nélkül, ha abban a megadott 15 perces intervallumban odamész, ezt megteheted. Tudomásom szerint most már több mint 150 postán erre lehetőség van. Ez azért jó, mert nem kell végigállnod azt a 20 perces sort, mert ők mind sárga csekket akarnak befizetni, te meg szeretnéd fölvenni a csomagodat, amiben megrendelted a legújabb, nem tudom, open source kódot, a nem tudom én akárhonnan. Amit egyébként úgy is letöltesz a netről, de mindegy. A hozzátartozó könyvet, amit küldtek. Szóval mi egy nem kis szervezet vagyunk, ugyanakkor viszont mindenféle SLA-k mentén dolgozunk, tehát minket számon kérnek azon, hogy amit csinálunk, azt mennyire tudjuk teljesíteni. És itt jön be az első dolog, hogy aki egy nagyvállalati informatikában dolgozik, annak az első és legfontosabb dolog, amihez hozzá kell szokni, hogy itt mindig mindent mérnek, vagy megpróbálnak mérni, és határideje van. A nagyházinak is határideje van, de ezeknek sokkal keményebb határidejei vannak, és itt sajnos nem lehet visszamenni a tanár úrhoz, hogy hagyjadjam be két héttel később. Tehát az egyik legfontosabb, ez a service level agreementek és ezeknek a betartása. Van egy érdekes dolog, hogy mi, mint posta informatika, elkezdtünk a posta leányvállalatainak is nyújtani informatikai szolgáltatásokat, ami azt jelenti, hogy furcsa módon mi már elkezdtünk egy picit úgy működni, mintha önálló informatikai cég lennénk, mert hogy ezért pénzt fizetnek nekünk. Azon SLA-k alapján, hogy ezt nyújtjuk nekik. Tehát a posta biztosító, vagy a posta autóduna, az egyik egy biztosítós cég, ráadásul nem is 100%-ban postai tulajdon. A posta autóduna az egy autószervizeléssel és forgalmazással foglalkozó cég. Nekik mi nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat. És nem szeretik azt látni, hogyha mi nem úgy csináljuk, ahogy azt kell. Oké. Hát néhány dolog, csak úgy kiragadva. Neki ugye egy ilyen nagyvállalati informatikát, azt úgy kell összerakni, hogy mindenre gondoljál. Például van nekünk olyanunk, hogy az adatközpontban alkalmazás, migráció, konszolidáció, server storage konszolidáció. Mondasz erről számokat? Jó. Akkor majd a Zsolt elmondja. De például az adatbázis racionalizálásról és konszolidációról. Arról nem valószínű, hogy a Zsolt fog mondani részletet, akkor egyet kiragadok. 48 terabájtnyi struktúrált adatunk van. Ezeknek egy része durván fele Oracle Database-ben, és körülbelül 6-8 nagy stratégia alkalmazás alatt, ebből a 6-8-ból 2 iszonyatosan nagy adattárház. Az egyik egy pénzügyi adattárház, a másik egy technológiai adattárház, mi így hívjuk. A többi az például olyan, mint a nagy SAP, az alatta lévő adattárház. És van körülbelül 300-400 másik alkalmazásunk, ami alatt meg a kisebbek, ami alatt meg Microsoft SQL Serverben tárolt struktúrált adatok. Ugye mindenki tudja, hogy mi az a struktúrált adat.
nem a Word, meg nem a videó, meg nem a PowerPoint, hanem azok a struktúrált adatok, amiket egyébként adatbázisban lehet tárolni rekordonként, egymással összefüggenek, és így tovább. Ezt csak azért mondom, mert viszonylag kevés olyan cég van, akinek ilyen mennyiségű adata van, és mi ebben a következő 5 évre kiszámoltuk, hogy ez nagyjából meg fog duplikálódni, vagy triplikálódni, pusztán csak azzal, hogy elkezdjünk még pontosabb és precízebb adatokat gyűjteni, mondjuk arról, hogy most azt tudjuk megmondani, hogy feladtál egy csomagot, és kézbesítettük. De nem sokára lesz egy olyan szolgáltatásunk, hogy feladtad a csomagot, és hogy hogy menet közben eszébe jut annak, akinek te feladtad, hogy mégse a lakásán akarja megkapni, akkor gyorsan egy internetes oldalon megnézi, és hogyha még nem jutott túl az utolsó elosztó ponton, akkor ő szólhat, hogy ne a lakására vigyék, hanem vigyék mondjuk a munkahelyére. Ez egy jópofa szolgáltatás? Bírnátok egy ilyet? Megváltozik a program. Elindultam a buliba, de azt mondta a csajom, hogy mégse oda kéne menni, akkor máshova jöjjön az a csomag, amire szükségem van. Tehát igazából ezek olyan szolgáltatások, amikhez nekünk viszont a nyomkövetést. Ez egy nagyon nagy rendszer, a nyomkövetést meg kell benne csinálnunk, és ez viszont irdatlan mennyiségben növeli az adatmennyiséget. Oké. Van egy másik része is a dolognak. Itt a kollégáimat meghívtam, hogy majd segítsenek ki. Ez az ábla pusztán csak azt mutatja, hogy át kell alakítanunk a szervezeti működésünket, mert hogy van nekünk egy olyanunk, ugye mondjuk az egyik legfontosabb ez az üzemeltetési főosztály, illetve most üzemeltetési szolgáltató központnak hívjuk. Ők azok, akik szakértő guruk a hardware üzemeltetés, a hálózati topológiák, a virtuális szerver kialakítások, a rendszermenedzsment ezeken a területeken. Ők üzemeltetik ezeket, azokat a rendszereket, amiket használnak az ügyfeleink. Vannak alkalmazásaink ennek az infrastruktúránk a tetején, ez itt a stratégiai alkalmazásokban testesül meg. Ahogy mondtam nektek, hogy lássátok, szerintem milyen Magyarország legnagyobb SAP alkalmazása, 1800 felhasználóval. És több mint 30 ezer ember van regisztrálva benne, mert ugye mindenki, aki dolgozik a postán, azt regisztrálni kell. Tehát mondjuk ez az egyik legnagyobb alkalmazásunk, de hogy mondjak egy másik izgalmasat, mert erről szerintem nem fognak a kollégám részletébe beszélni. Van nekünk egy integrált posta hálózati alkalmazásunk, ugye ez 8400 munkahelyen van letelepítve. Minden negyed évben fejlesztünk bele valamit, mert új üzleti igények jönnek. És minden negyed évben ezt távolról automatikusan menedzselve leterítjük 8400-ra. Mit satszoltok, hány olyan gép van, amire nem tudjuk letelepíteni? Mondjuk ki az, aki azt mondja, hogy a 8400-ból több mint 500-ra ki kell mennünk személyesen, hogy a telepítést megcsináljuk? 2-3-an, a hölgy az inkább csak az állát vakargatja. Jó, ki az, aki azt mondja, hogy mondjuk 250-nél több? Ki az, aki azt mondja, hogy 10-nél kevesebb? Bátrak vagytok. Átlagosan olyan 20 és 28 közötti ez a szám. És általában az is kiderül, hogy ez a 20-28 közötti számból tipikusan a fele olyan gép, amit az ott lévő használója vagy lehúzott a hálózatról, vagy kikapcsolta, és nem tudunk hozzáférni távolról, és így tovább. De olyan, hogy hibás telepítés meg ilyesmi, az ilyen egy vagy maximum két kezemen megszámolható. Gondoljátok végig. Tehát most akkor az lenne a feladat, hogy értsétek, negyed évente kaptok egy nagyházit, benne mondjuk 5 darab üzleti funkcióval, és ezt rekurzívan meg kell csinálnotok úgy, hogy ezt a programotokat 8400 gépre le fogják telepíteni. Ez a 8400 most ráadásul növekedett is, mert hogy terjesszük ki a hálózat, most mennyi? 11000 valamennyi már? Mindegy, 10000 gépre le kell telepíteni. Oké, ez a feladat. Úgy kell megírni a szoftvert, és úgy kell a telepítőrendszernek működnie. És természetesen ezeket ugye fejlesztjük, tehát van egy fejlesztési osztályunk. Na most ugye nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, de ezen a fejlesztési osztályon nem túl sok fejlesztő működik nálunk, mert hogy nagyon sok alkalmazásunk van, és mindegyiket nem tudjuk magunk fejleszteni. Ezért nálunk a fejlesztés, ez egy nagyon érdekes dolog, nem szól másról, mint egyébként meglévő alkalmazások, vagy vásárolt alkalmazások integrációjáról. És szerintem ez a legérdekesebb feladat, a kollégám majd Agár Gyula mesél elől, mert ehhez sokkal többet kell tudni a programozásban, sokkal átláthatóbban kell tudni, de ugyanakkor le is kell tudni programozni azokat a pici darabokat.
sokkal egyszerűbb egy önálló rendszert megírni. Amikor én ide jártam, sok programot írtunk, de tipikusan mindig önálló kis programokat írtunk. Amikor egy nagyvállalati informatikában dolgozol, ennek a legkisebb az esélye. Lehet, hogy meg kell írnod egy ilyen nyúlfarknyi programot, de az kizár dolog, hogy legalább 3-4-5 másik nagy, egyébként működő alkalmazással ne kelljen ennek kommunikálnia. És az, hogy kirakott textfájlba, a másik beolvas a textfájlból, ennek most ne elemezzük a részleteit, mert ez nem egy járható út, ezt nyilván tudjátok, szerintem tanultatok SOA-ról, meg ilyenekről, nekünk is van ilyen infrastruktúránk, meg webservice, meg akármi, de ezek nagyon jól pofára tudnak esni egyébként, amikor már mondjuk 15 alkalmazással, mondjuk az SAP-val, meg még mondjuk 4 másik nagy alkalmazással kell beszélgetnie azért, hogy egy egyszerű dokumentumot át tudjon valahonnan valahová adni. Mi ezt az egész struktúrát azért alakítottuk ki, mert az elején meg itt van ez az IT arca, itt találkozik velünk a felhasználó. Tehát bejelent egy hibát, akkor ott van egy service deskünk, aki veszi a hibát, és megpróbálja értelmezni, hogy meg tudja-e saját maga csinálni, vagy nem. Ez is egy érdekes feladat egyébként. Vagy ha nem tudja megcsinálni, akkor átadja hátra az üzemeltetési osztálynak. Ez a hibakezelés. Van olyan, hogy igénykezelés, hogy semmi más nem kérnek tőlünk, csak szerezzünk be egy, mondjuk egy új mobiltelefont, amit rendszerbe kell állítani. De nekünk akkor azt az új mobiltelefont nem csak oda kell juttatni a felhasználóhoz, hanem tenni kell rá mondjuk mobile device managementet, mert ez egy vállalati telefon. És nem szeretnénk, hogyha a vállalati adatok eltűnnének jobbra-balra, vagy kezelgetni. És ott van ugye az üzleti tervezés, amikor a felhasználó, na és ez megint egy tipikus dolog. Jön majd az üzleti felhasználó, amikor találkoztok vele a cégnél, és azt mondja, hogy a legjobb, amit olvastam, ez a szeretnénk egy webes online felületet. Ez volt a specifikáció, hogy mit szeretne. Ennyit tudott elmondani. Ebből a helyzetből ezeknek az üzleti tervezőknek el kell jutni odáig, hogy leprogramozható legyen itt valami. Ugye azért itt van némi gondolkodás, meg kell némi háttérmunka. De természetesen van olyan is, amikor a felhasználó, az üzleti felhasználó azzal jön nekünk, hogy ő pontosan ezt az exakt verziójú szoftvert szeretné bevezetni. Akkor nekünk az a dolgunk itt, hogy challenge-eljük, hogy na miért pont azt akarod, és miért pont oda. Mert hogy egyébként, hogy mondjak valamit, van olyan nálunk, aki például még mindig Magicben megírt alkalmazást szeretne használni. Egyszerűen nem illik bele a posta jelenlegi platform szabványaiba, nem tudjuk üzemeltetni hatékonyan. Nincs ilyen szaktudásunk. Tehát ez egy nagyon komoly munka, hogy itt ezt megpróbáljuk megérteni, lefordítani és kommunikálni velük. De erről majd a kollégám is beszél egy pár szót. Na, ez egy nagyon-nagyon zanza térkép, ezt a posta felső vezetésének szoktam mutatni. Ott vannak fölül azok a területek, amin mi dolgozunk. Általános modulok, pénzforgalmi, telekom, kormányzat, szolgáltatás közvetítés, a kerárú az a kereskedelem, a küldeményforgalom az a levélcsomag, ilyesmi, elektronikus szolgáltatások. Itt oldalt meg azok a fejlesztések vannak, amiket mi próbálunk csinálni, illetve csatornák, amin keresztül el lehet érni ezeket a szolgáltatásokat. Roppant egyszerű piros-fehér-zöld, én imádom a kresszlámpákat, tehát a zöld, ami megvan, jól működik, köszönjük, a következő 3-4 évben nem nyúlunk hozzá. A sárga van, de gagyi, fejleszteni kell. Piros, ami nincs, de nagyon fontos lenne, hogy ott legyen elektronikus támogatása. A fehér pontok azok meg olyan, vagy a piros az olyan, hogy megvan, de ki kéne cserélni, mert annyira régi. Mondjuk például ezek a Magic programok. A fehér és piros széle van, az meg azt jelenti, hogy na ott még valamit be kéne tömködnünk, oda kellene elektronizált rendszer. Van egy pár, ugye? Tehát van kihívás előttünk. Ezt mi nem állítjuk, de ez a szép a posta fejlesztésébe. És majd ide szeretnénk eljutni. Ebből ez a nagy piros vonal többé-kevésbé megvalósult. Nem tavaly, hanem 2011-ben kezdtük el, 12-ben valósult meg. Tehát van egy SOA infrastruktúránk, amely az egészet rá tudjuk építeni. Bevezetés alatt van majd egy CRM rendszerünk, amit elindultunk. Pénzforgalmi rendszerből egy értékpapírrendszer most van kialakítás alatt éppen a indulási fázis előtt. De mondom például, bármelyikre rá tudtok itt, mondjuk egy elektronikus kereskedelmi platform, bevezettünk egy új webpláza platformot, de még az üzletnek ki kell találni, hogy mit árulunk rajta, mert tök jó pofa, hogy lehet személyes bélyeget venni, megcsinálni, de ez így kevés. De egy ilyennek a kigondolása, kitalálása az a mi feladatunk. Tehát amikor azt mondtam nektek az elején, hogy mi is nagyvállalati informatika vagyunk,
akkor mi ugyanazokkal a problémákkal küzdünk, mint amit azok, akik közületek nagyjából itt volt, vagy viszont sokan itt lettetek a Sanofi előadásán, ők ugye mindig elmondták, hogy ők szabványosítással, üzemeltetési kérdésekkel foglalkoznak. Ezzel mi is foglalkozunk, csak nekünk van még egy púpunk. Az, hogy nekünk nem mondja meg senki, nekünk nem mondja meg a német posta, hogy Magyar Posta csináld ezt. Nekünk magunknak kell ezt kitalálni, és ez a legnehezebb. Hogy úgy találjuk ki az új rendszereket, az új üzleti igényekre, hogy az illeszthető legyen a meglévőhöz, gazdaságosan, robusztusan üzemeltethető legyen. Ez szerintem a legnagyobb kihívás, és hogyha én ülnék a helyetekben most, azt gondolnám, hogy ez a legizgalmasabb, mert itt ki lehet találni. Nem akarom most reklámozni a magyar nagyvállalatokat, de egy magyar vállalatban az az érdekesség megvan, hogy kitalálhatod. Egy magyar kisvállalatban is megvan, csak ott picibe találod ki. Itt meg nagy a tétje. Egy Sanofinál nagyon sokáig ott kell dolgoznod, hogy eljussál mondjuk a francia központba, és te találhass ki. Magyar Postához eljut, szerintem 2 hónap után beledobunk a mély vízbe, és azt fogjuk mondani, hogy mondd meg te, hogy milyen single sign-on rendszert használjunk. Vagy mondjátok meg, hogy milyen one-time password rendszert használjunk. Vagy mondjátok meg, hogy milyen mobile device management az, ami a legalkalmasabb. A SOTI? Vagy a fancy phone? Ezekről biztos hallottatok már. Ezek a kérdések felvetődnek. Na, ilyenekkel kell foglalkoznunk. Mivel a kolléganőm nincs itt, aki a stratégia alkalmazások osztályát vezeti, ezért csak annyit mutatnék meg, hogy hát 2 ábrát mutatok. Jelenleg ezek a stratégia alkalmazásaink. Itt ugyanaz van, piros, sárga, zöld, piros ki kell dobni, sárga az módosítani rajta, a zöld az, amit úgy gondoljuk, hogy jól működik. Hangsúlyozom meg a stratégiai alkalmazásaink, tehát emellett még van körülbelül 200-300 nem stratégia is. Szeretnénk ebből eljutni ide. Ami azt jelenti, itt egy kicsit más a színezés sajnos, de ez azt jelenti, hogy csak a sárgák azok, amiket majd 2015 után még tovább kell fejlesztenünk. Még egyszer mondom, nem holnapra találjuk ki, mert ennyit nem is lehet megvalósítani, hanem 2015-ről gondolkodunk, sőt az informatikai stratégián 2020-ig szól. Nyilván minden évben megnézzük, hogy mennyit jutottunk előre. Tehát ha én most megkérdezném tőletek, hogy mondjátok meg, hogy melyik lesz az a killer alkalmazás, akár csak egy mobiltelefonon is, 2015-ben, amiből pénzt fogtok csinálni, hányan vállalkoztok rá, hogy válaszoltok erre a kérdésre? Ki gondolkozott el egyáltalán ilyenem? Senki? Senki nem akar közületek mondjuk az egyetem padjaiból kikerülve informatikai vállalkozó lenni? Van olyan, aki cégnél akar elhelyezkedni, vagy van olyan, aki vállalkozó akar lenni? Hányan gondolkodtatok arra, hogy kiléptek innen, 3-an együtt összeálltok és alakítottak egy kis céget? Senki. Mindenki alkalmazott akar lenni először. Valaki másnak, vagy valamilyen állam másik cégnek az alkalmazottja. Így van? Hát gyertek a postához, mert akkor megtanuljátok, hogy hogy kell. Hogy kell kitalálni 3-4-5 évre előre? Jó. Ez egy másik vetülete, hogy mint minden nagyvállalatnál, ugye óriási programok vannak. Ez a CRM programunk. Ez az a CRM program, amiről mi azt gondoljuk, hogy 3-4 év alatt tudjuk megvalósítani. Tudjátok, mi ebben a kulcs momentum? A törzsadatkezelés. 5-6 helyen több milliós állományoknak a törzsadatét kell szinkronban tartanunk. Na, aki erre vállalkozik, hogy ebben részt vesz, az megtudja, hogy milyen egy ilyen nagy rendszernek a kialakítása. Egyébként ez ugye azt is mutatja, ezek projekttervek. Tehát, hogy mi projektorientáltan próbálunk dolgozni. Hát ez egy másik kép arról, hogy nem egyszerű az infrastruktúra környezetünk se. Nyilván ezt most így egyik pillanatra másra nem tudjátok áttekinteni, de az látszik benne, hogy elkezdtünk mi is egy kicsit. Igazából a célunk az, hogy egyfajta privát felhőt építsünk a saját infrastruktúránkból. Ez azt jelenti, hogy magas szintű virtualizációt kell csinálnunk. Most olyan 48-52%-os virtualizációnk van, de ha ezt fel tudjuk tolni 60-ra, meg egy olyan rendszermenedzsmentet tudunk mellé állítani, amiből aztán profin lehet majd monitorozni, alertezni, akkor elmondhatjuk azt, hogy van egy privát felhőnk, amit elég dinamikusan kezelünk. És ami nem kritikus nekünk, azt meg publikus felhőből hozzá kell tennünk, ha majd a felhőket úgy lehet egymáshoz kötni, hogy abból van átjárás rendesen, és secured, megbízható. És azt hiszem, hogy itt még van egy szlájd, amire pont itt a biztonság kapcsán szerettem volna kitérni. Nem tudjátok elolvasni, nem is az a lényeg benne. Egy dolog a fontos, a címszó, informatikai biztonság. Hányan foglalkoztok ti IT-biztonsági? Hányan vannak olyanok, akik közületek azt gondolják, hogy az IT-biztonság az egy olyasmi terület, ami engem érdekelne? Sokan.
Én azt szoktam mondani egyébként erre, ez egy nagyon vicces dolog, most lehet, hogy az egész IT szakma meg fog rám sértődni, de ezt magunknak csináltuk. Én 91-ben próbáltam Vax VMS-re vírust írni, nem tudtam. Az egy olyan operációs rendszer volt, ami baromi jó volt, de nem is lehetett rá vírust írni. Vagy én voltam elég ügyetlen, pedig voltak körülöttem 2-3, akik ilyen Vax guruk voltak. Azzal, hogy az informatika nyitott környezeteket csinál, azzal megteremti annak a lehetőségét, hogy mondjuk ilyen kérdéseket, hogy vírusok, férgek, tadadada, ezeket összehozza. De mondok egy olyan biztonsági kérdést, ami vállalati szinten, nagyvállalati szinten nagyon fontos. Ezt úgy szokták hívni, hogy adatszivárgás. Tehát hogy oldod meg azt az egyszerű kérdést, hogy kolléga előtt ott a számítógép, amin dolgozik, ha nem adsz neki internetet, nem tudja ellátni a munkáját, mert időnként meg kell nézni bizonyos, mondjuk a CD jogtárat, vagy valami hasonlót meg kell nézni a interneten. De ebben a pillanatban megvan az a lehetőség, hogy a belső e-mailjéből kimásoljon egy bekezdést egy webes felületre, ami mondjuk a gmailje. És már is kijuttatta az üzleti versenytársadhoz azt az információt, ami alapján mondjuk holnap megbukik a te terméked a piacon. Na ez egy informatikai kihívás. Erre mondjatok valamit is. Itt kezdődik az informatikai biztonság, amikor ilyen kérdésekre 10-15 ezer PC-s felhasználói körben kell válaszokat adni. És azt gondolom egyébként a nagyvállalati informatikának vannak ilyen részei. Például a multiknál, én dolgoztam vagy 20 évig multiknál, olyanoknál, mint az Oracle meg a Microsoft, ott például ezt nem itt találják ki helyszínen. Ott Amerikában kitalálják, azt itt ledrótozzák neked, de a Tesco-nál is ugyanez van. Itt a Magyar Postán kollégáim nap mint nap szembesülnek ilyen kérdésekkel, és akkor még nem elég, hogy megmondják, hogy műszaki megoldást kell választaniuk, hanem még azt is mondják nekik, hogy na és ezt lehetőleg minél olcsóbban. Ami ugye egy nagyon nagy kérdés, mert amikor a nagyházit írod és elkészíted a programot, akkor csak a saját energiád van benne. De nem teszik mellé, hogy ez mindez mennyibe kerül. Egy vállalatnál az az első kérdés, hogy mennyibe fog ez kerülni. És akkor most igazából átadnám a szót akkor úgy a kollégáimnak, hogy először hallgassátok meg azt a kollégámat, aki azt mondja el, amit itt próbáltam egy kicsit kihegyezni, hogy ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ahhoz tervezni kell, kapcsolatot tartani és az ügyfelet kezelni. Ez a terve, mi úgy hívjuk ezt az osztályt, hogy informatikai partner osztály, vagy partnerei az üzletnek. A másik ilyen dolog, hogy ugye ezt akkor meg is kéne valósítani, ez a fejlesztés, rendszer szervezés, mindezt projekt szemléletben. És akkor az informatikai fejlesztési osztályvezető kollégám mesél erről egy kicsit, és a végén, amik elkészül, azt ugye üzemeltetni is kell méghozzá nagyon robosztusan, skálázhatóan, mert lehet, hogy az elején csak 200 user használja, de aztán hirtelen föl fog ugorni 12 000-re, és tudni kell nem csak a vasat alátolni, hanem a szoftvernek is bírnia kell ezeket a kérdéseket. És erről majd akkor az üzemeltetés vezető kollégám fog beszélni néhány szót.